Pont. Andrej Gutfrend többször is hagyta már el a nagykövetség területét, Vida Ildikóval is a Szabadság téren futottak össze, és ott volt a Netadó elleni tüntetésen is. A CÖF szóvivője, aki egyébként alkotmányjogász, ezt úgy értelmezte, hogy az ügyvivő belépett Magyarország területére, ezért feljelentést kellett volna tennie a korrupciós ügyben. Ha bárki, aki külföldi hivatalos személy, és az Egyesült Államok nagykövetségéről, vagy akár máshonnan ilyen információkkal rendelkezik, és Magyarország területére lép, akkor van feljelentési kötelezettsége. Ha ezt nem teszi meg, ez bűncselekmény. A feljelentésre az ügyvivő Twitter üzenetben reagált az ATV.hu tudósítójának. Azt írta, a bécsi egyezmény mindig hasznos olvasmány. Gutfrend védettségét hangsúlyozta híradónknak Valki László nemzetközi jogász is. Ha Gutfrend Magyarországon jogot sértene, akkor vele szemben büntetőeljárás nem indítható, tanúként nem idézhető be. Na most a kis Lomnica ne foglalkozzunk, mert az egy külön kategória, tehát Géfodor, Lomnic, századvég, külön kategória, ne foglalkozzunk velük. Hanem, hogy mi lett volna akkor, hogyha a Gutfrend beballag a Polt Péterhez, hogy szeretnék feljelentést tenni olajügyben, cukorügyben, zsarolási ügyben, ebben, abban, amabban. Hogy verték volna a nyálukat, hogy mit akar ő? Ki beleveri maga? Az ki úr? Maga? Kicsoda maga? Magyar belügy, majd mi kinyomozzuk. Hát itt van Polt elvtárs, ő arra van tartva, hogy kinyomozza. Hát szerencsétlen Gutfrend. A kormány pont ezt kéri, hogy tegyenek akkor feljelentést. Na, de én meg azt mondom, hogy baromság. Hát nevetséges. Hát. Na jó, az már a tanú című kategória, amikor a kormány azt mondja, hogy az amerikai ügyvéd tegyen fel. Tehát, hogyha tényleg úgy gondolják, hogy itt különféle gazdasági bűncselekmények történtek, akkor tényleg az lenne akkor a helyes, hogy tegyenek egyértelmű feljelentést. Az amerikai cégek, vagy a... Nem, az amerikai, akár, most akár az amerikai, nagy, akár, nagy akár követségről van szó. A diplomaták is. Ugye egyből tegyenek arra, feljelentést a diplomaták? Ez előfordult már valahol? Nem tudom, hogy előfordult. Hát az, hogy egyből, tudja, hogy egyből, nem. Egyből de nem mondja, hogy nem tudja, mert tudja, hogy ilyen nincs, mert a belügyekben való legdurvább beleszólás volna. Hát hogy mondhat ilyet? Egy diplomata hát nem masírozik el. Ne játssza már el a hülyét, már most komolyan mondom. Tehát az, hogy, hát de az, hogy egyből a diplomáciai mentességre hivatkozik, az ugye szerintem kevésbé szerencsés megoldás. Ugyanúgy, hát hülyeségre csak hülyeséggel lehet válaszolni, hát nem érezte az iróniát? Hát ez a szerencsétlen Lomnic még azt is mondta, hogy ilyen nem, alapon embert is ölhetne. Az alapvető felvetés az legalábbis furcsa, de az, hogy meg se próbálnak a magyarországi jogi csatornákon és eljárás alapján, mondom, nem feltétlenül a diplomáciai testekrágiai, hanem a cégek. Ákos Gergely a maga kedve, de maga érdekében. Már amikor világtörténelemben volt olyan, hogy egy diplomata adott jogot egy rendőrségre, nem csak ő is mondja ezt a mantra, hogy hülyeség, hagyjuk ezt. Na, reklám szünet, aztán magunkhoz térünk.